Lacinak köszönjük szépen, és egész reggel fél óránként friss hírek, ez a Debrecen Rádió, kezdődik a mai Bekker. Jó reggelt Vince és Mariannak! Jó reggelt, és Balogh István Vilmosnak is, illetve mindenkinek. És mindenkinek, hát csoda, hogy van hangunk a tegnapi kiabálás után. Köszönjük mindenkinek, aki ott volt, de majd mindjárt élménybe számolunk egy kicsit részletesebben is, csak először mindenki nyissa ki a szemét, ehhez itt vannak már is a legjobb zadék. Álef Árben újdonságával indítunk, jön a Bad Ideas. Jó reggelt! Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Ő volt Charlie, itt a Debrecen Rádióban. 4 perc múlva lesz 4:07. Hello! Kicsit átmenteli a robotosba. Jó mindenkinek. Ez itt a Bekker. Hát ne viccelj, hát alig van hangom a tegnap este után. Nem csodálom, nekem is. Ébresztő mindenkinek, csikánóik már szokás szerint bejelentkeztek a konyhába. Sziasztok, jó reggel nektek, és hát szokás szerint szeretnénk az egész megyét felébreszteni, úgyhogy írjátok meg nekünk, hogy hova küldhetünk egy kis jó reggeltet. Elkészítjük a térképet, hogy hol hallgattok bennünket. Sőt, ma reggel is. Ti is felkelthetnétek minket. Igen, most szükségünk van. Vagyunk. Szükségünk van le. Szóval lehetünk jó reggelteket rendelni, hova köszönjünk be egy kicsit. 0620 95 95 95 95 az SMS és Viber számunk, írjatok bátran. A meteorológusok szerint lassanként kisüt a nap, a hőmérséklet pedig fagypont körül alakul majd napközben, -2, -1 fokot jósolnak. Van már egy trafipaxunk is itt kora reggel. Az M35-ösön a Hajdúbuszörmény és a Pródi csomópont között mérnek. Óvatosan, lassan mindenki. Az ugyanúgy, hogy az a trafipax az már odafagyott. Szerintem is egyébként. Tehát, hogy kora reggelenként az mindig ott az van. Az is szokásos trafi. De azért óvatosan vigyázzon magára mindenki. Na hát, gyerekek, ez a tegnap este, komolyan mondom, én le vagyok döbbenve, mert most már utólag bevallhatjuk, hogy azért aggódtunk azon, hogy hát, hogy egyáltalán ott lesz-e valaki rajtunk kívül, hogy nem egymás fogjuk. -9, -10 volt. Hát a végén, amikor már eljöttünk onnan, akkor néztem rá a telefonomra, akkor már ilyen -10, -11 mutatott a hőmérő, úgyhogy nagyon, nagyon hideg volt. Amikor kitaláltuk ezt az egész tegnap esti nagy közös ordítást, akkor azután mi is elkezdtünk gondolkodni, hogy várjál már hétfő este 7:30-kor. Megnéztük az időjárás előrejelzést, -10, -11 fok, ráadásul még ilyen esős, havas esős, valamit is jósoltak tegnap estére, mondjuk az hál' Istennek abban nem lett semmi. Úgyhogy itt egy kicsit paráztunk, hogy hát ki lesz ott, hogy nézzük majd egymást meg a víztornyot. De aztán hála Istennek összejött egy nagyon jó kis csapat. Elbeszélgettünk egy kicsit, aztán fölmentünk oda a víztorony teraszára ordítani. Várjál, megtaláltam a telefonomban, hogy hangzott az hűha ordítás. Egy picit halkítson most mindenki a telefon a rádióján. Azt mondja, hogy 1, 2, 3. Ilyen hangunk volt, ordító siker volt. Én annyira megkönnyebbültem, nem tudom, 4-szer, 5-szer, többször ordítottunk. Igen. És annyira jó volt, kijött belőle minden tényleg, ami feszített belülről. Tehát neked nem volt ilyen érzésed? Jobb volt, tehát én nem voltam feszült, de valahogy úgy az ember tényleg felszabadultabb, meg olyan könnyedebbnek éreztem magamat. Egyrészt azért is, hogy túllanyunk rajta. Ugye, én azt éreztem, hogy hát olyan viszonylag hamar feloldódott. Igen, szépen vezényszóra, amikor azt mondtad, hogy na akkor most mindenki ordibál, akkor így gyönyörűen kijött. Mert feloldottuk a feszültséget azzal, hogy ahogy meg is beszéltük, hogy betettük a Weaver Rakült jó hangosan, azt ugye először mindenki olyan visszafogottan elkezdte énekelni a refrént, de aztán ahogy haladt előre a zene, egyre felszabadultabb lett mindenki, és aztán a végén kijött belőlünk az, hogy... Jó volt. Na, köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött hozzánk. Természetesen, ha van rá igény, akkor fogjuk folytatni. Nem -14-5 fokokban, hanem majd amikor egy kicsit jobb idő lesz, de már most küldünk egy nagy tapsot az összes hallgatónknak, aki ott volt velünk tegnap este. Köszönjük szépen mindenkinek. Reméljük, hogy ti is olyan jól éreztétek magatokat, mint amilyen mi jól éreztük magunkat. Jó reggelt, Mike Percs, írja nekünk valaki. Hát akkor Mike Percsen is ébresztő mindenkinek. Jó reggelt. Nektek is. Jöhetnek a jó reggeltek. Beköszönünk mindenhová. 0620 95 95 95 az SMS és Viber számunk. Egy örök kedvenccel folytatjuk. Itt az Art Food Danger és a Moving Too Fast. Érthető, gyors, hiteles. Ez akár az én indulóm is lehetne, mert én sem megyek férjhez soha. Egyébként meg felírhatjuk a félre hallott dalszövegek közé. Mit hallottál? Mesélj! Minden legény a lábújja. Ja. Ez volt a Margaret Island újdonsága itt a Debrecen Rádióban. Hello, jó Vekkert mindenkinek! 6-tól 10-ig ma is a Vekkerrel segítünk felébredni. 7 perccel múlt el 4:07. Fontos dolgaink vannak. Jöjjenek a jó reggeltek. Azt mondja, hogy sziasztok, egy jó reggeltet szeretnék kérni a kolléganőimnek a Széchenyi utcai suliba. Köszönöm szépen, szép napot, Erzsók. Hát akkor Széchenyi utcai suli! Jó reggelt! Ébresztő!
ismerte ébresztő úgy látszik, hogy most a debreceniek nagyon aktívak. Nem annyira, mert itt van például Jani Böszörményből, ő is kért saját magának egy jó reggelt. Hát akkor a böszörmények is aktívak. Hajdú Böszörmény, jó reggelt! Jó reggelt nektek, és mindenkit felébresztünk, mindenhová beköszönünk. Küldjétek el, hogy hol hallgattok bennünket, aztán ébresztünk titeket egy rádión keresztül. 0620 95 95 395 az SMS és Viber számunk. -4 nem rossz, nincs különösebben hideg. Napközben is nagyjából ennyi lesz, -2 fagypont körüli értékek lehetnek, és még úgynevezett napsütést is láthatunk majd. Az egyetlen kellemetlen időjárási tényező ma a szél lesz, úgyhogy sapka, sárkesztyű az melegen ajánlott. Igen, és közben Marika is beköszönt Balmazújvárosból. Jó reggelt, Balmazújváros! Ébresztő nektek is. Hát ugye a napsütésnek, meg az olvadásnak szerintem egy ember van, aki nem örül a városban. Olyan nincs. De hogy nem. Mindenki örül. Dehogy nem. Kérlek szépen, ő egy itt tanuló izraeli diák, Magal, akinek a fényképe most nagyon bejárta az internetet. Magal ugyanis az elmúlt napokban kutyaszánnal közlekedett Debrecenben. Oh, szó szerint, és van egy, nézd meg, ilyen gyönyörű kutyája van. Egy alaszkai szánhúzó malamut kutya, stílszerűen Snow-nak hívják a kutyust, és tele van most vele a Facebook, ismerőseim is tettek ki róla képeket. Konkrétan befogta egy kutyaszán elé, és így közlekedett a városban. Csak hát az a baj, hogy annyira szeszélyes most az időjárás, hogy gyakorlatilag a hó ugye nem tartós, és lehet, hogy oda megy szánnal mondjuk az egyetemhez, de visszafele meg a hóna alá csapja, vagy mit csinál? Hát ráteszi, akkor ráül a kutya hátára, hogy ekkora kutyán szerintem kutyagolni is lehet. Szomorúbb az, és csak ilyen zárójelben mondom, hogy így 3 nappal a hóesés után simán tud kutya szánozni a járdán bizonyos helyeken még. Sajnos, igen. De ez, igen, csak, igen. Ez csak ilyen zárójelben mondom. És elég korcsolja pálya. De az érdekelne, hogy ő egy itt tanuló diák. Igen. Miért hoz magával kutyát kutyaszánt? És kutyaszánt? Vajon? Beépített az életébe, gondolom otthon is. Ez a kutyája és ez a kutyaszánja, és hát itt is szeretné folytatni ezt az életvitelt. De egyébként tehát vannak sztorik ugye a itt tanuló külföldi diákokról nálunk. Egy ismerősöm mesélte, ők például van egy kis foci csapatuk, és benne vannak valami egyetemi bajnokságban. És egyszer összekerültek egy olyan csapattal, ami itt tanuló, hát nem akarok hülyeséget mondani, de valami dúsgazdag arab országból érkező diákokból állt. És akkor mint a viccben körülbelül, hogy látták, hogy jön az egyik játékos srác, egy arab rendszámú, nem akarom kimondani a márkáját, de egy olyan autóval, amit itt nem nagyon látsz, tehát egy ilyen milliárdos értékű autóval. És akkor kérdezték tőle, hogy ez mégis hogy került ide, nem tudom, 2000 kilométerről, és akkor mondta, hogy nagyon hiányzott neki, és apu feladta a postán. Futárszolgálattal elküldte neki. Lehet, hogy megállnak, és nagyon hiányzott a Snow nevű kutyusa. Ezt nem postán elküldték. Hát elküldték neki. De mindegy, nagyon jó fejek. A képeket mindjárt kitesszük róluk a Facebook oldalunkra, ott megtalálja mindenki. facebook.com/Debrecen Rádió FM 95. Várj, még egy jó reggelt. Jó reggelt, Zsolt vagyok, úton a munkahelyre a kollégákkal együtt. Hát akkor jó reggelt, Zsolt, kollégái. Ébresztő nektek, és már hogy lassanként, akkor ezek szerint dolgoznotok kell. Jöhetnek a jó reggeltek, lehet tőlünk ébresztést rendelni. 0620 95 95 95. Most csak olyan lágyan ébrezgetünk mindenkit. Tom Piti és a Learning to Fly. Debrecen Rádió. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó Vekkert mindenkinek. Jó 6 perccel múlt el 3/4 hét. Jó reggelt, Pocsaj! Írja nekünk valaki SMS-ben. Szép, hát jó akkor reggelt, Pocsaj. A pocsaiaknak is ébresztő, jó Vekkert nektek. És 2017. január 17-e kedv van. Azt hiszem, hogy lassanként mindenkinek ideje most már fölkelnie. A jó reggelteket lehet természetesen rendelni. Továbbra is mindenhová beköszönünk. 0620 95 95 95 az SMS és Viber számunk. -4 fok van most odakint. Volt már rosszabb is, hát úgyhogy ez nem olyan rossz. Lesz ettől sokkal-sokkal rosszabb, mert ismét lehűlésre kell készülni, méghozzá nem is akármilyenre. Még nappal is a -fokok fognak repkedni. Itt Hajdúbihar megyében a következő napokban éjszaka -10 és -16 fok között ingadozik majd a hőmérséklet. És akkor mi van? Volt már rosszabb is. Szerintem egész egyszerűen meg fogunk fogni. Nappal pedig -4 és -6 fok várható. Ezt most olvastam egyébként, hogy a leghidegebb a Debrecen
Debrecenben az 1942-ben volt, -32,5 fok. Úgyhogy ennek a kis -16-nak ne nagyon rinyáljunk itt, hát szerintem. Hát igen, minden viszonyítás kérdése, tudod, így megbeszéltük, hogy az oroszoknak ez igazából semmi. Igen, meg hát most gondolod, a -32,5 fokban ők már hogy várhatták, hogy legyen -16 fok, mert az jó meleg. Igen. Hogy akkoriban. Egyébként ma nem lesz olyan rossz idő, napközben 0, -2, -3 fok lesz, és még a nap is kisüthet. Ennek ellenére azért hófúvás miatt figyelmeztetést adtak ki ide a megye egy részére, és a Karcag-Balmazújváros hajdúnálás vonalon kell egy kicsit erősebb, élénkebb szélre számítani, úgyhogy csak óvatosan arra felé. Aztán van még két trafiinfunk, és Petya írta nekünk, hogy Debrecenben milyenek a Köntösgát soron, illetve Berettyó Újfalun is beizzították már a trafikat, a Királyhágó utcán egészen pontosan. Köszönjük szépen, jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek. Valaki úgy látszik, hogy későn ébredt, kérdezi tőlünk, hogy milyen volt a tegnapi ordítás. Hát már beszéltünk róla. Szuper jó volt. De szívesen megmutatjuk neked, ilyen volt. Visszahallgatni is tök jó. Akkora hangunk volt egyébként, hogy az Pécsig is elhallatszott. Pécsig? Ezt most szó szerint mondom neked. Tegnap az egyik pécsi rádiótól kerestek engem, mert hogy valahogy a Facebookon rátaláltak erre az eseményre, és nagyon érdeklődtek, hogy mi ez. Elmeséltem nekik, és annyira tetszett nekik az ötlet, hogy ők is meg fogják csinálni. Na, de jó, azt de mondták, jó. Hogy bár ők már egy kicsit okosabbak voltak, és mondták, hogy ők nem -15 fokba fogják az embereket kihívni valahova, hanem majd egy kicsit a jó időben. Ellenére, hogy hideg volt, szerintem jól sikerült, úgyhogy és azt is megbeszéltük, hogy versenyt fogunk csinálni, hangerő versenyt. Úgyhogy a következőt már úgy fogjuk szervezni, hogy mérni fogjuk azt is, hogy milyen hangerővel kiabálunk, meg ők is mérni fogják, és akkor majd meglátjuk, hogy ki a hangosabb, Pécs vagy Debrecen. Na hát akkor hajrá, mert hogy le kell győznünk őket. Igen, úgyhogy lesz folytatás, már csak azért is, mert hát azért most már becsületbeli kérdés. Persze. Tehát a pécsieket le kell győznünk, most ez a mérce. Szerintem fogunk még ettől még jobbat is produkálni. Biztos. Hát, de tényleg, szóval egy hatalmas respekt mindenkinek, aki tegnap a -15 fokban ott volt velünk. Jó kis csapat gyűltött össze. Hát biztos, köszönjük szépen mindenkinek. Köszönjük szépen mindenkinek, lesz folytatás. Na, beszéljünk egy kicsit más témáról. Végre megszűnhet egy idegesítő dolog az interneten. Ugye mostanában elég sok van, úgyhogy nem tudom, mire gondolsz. És ezek közül csak egy fog megszűnni, úgyhogy nem is olyan jó hír ez tulajdonképpen, akár több is megszűnhetne. Ugye mostanában elég idegesítő, hogyha rámész valamelyik honlapra, igen? Akkor az sütikkel kínálgat téged, pedig ugye azt mondtuk, hogy idegenektől ne fogadjunk akár el édességet. Akár nem. Engem annyira ez nem zavar egyébként. Hát mert nem ülsz annyit a gép előtt, lehet. Nem? Nem tudom. De hogy mostanában ugye minden honlapon rá kell klikkelni, hogy igen, elfogadom, hogy ez a honlap cookie-kat használ, és a legfurcsább helyeken villannak fel ezek a felugró ablakok. Engem nagyon idegesít az utóbbi időben. Szerintem csak egy kattintás, de igen, figyellek. És ez most megszűnhet, mert hogy másokat is idegesít. Úgyhogy most egy új szabályozást vezetnek be, ami szerintem megint nem jó, mert hogy egyszer kell majd beállítanod a böngészőben a azt hiszem március 1-jei határidőt írtak erre, hogy onnantól változik ez. Tehát egyszer kell majd beállítanod a böngészőbe, hogy igen, ezeket mindig elfogadod, és akkor onnantól ez automatikusan elfogadja majd minden honlapnál. Nem feltétlenül jó megoldás. Nem, szerintem sem, mert akkor innentől kezdve viszont ki tudja, hogy milyen adatokat gyűjtenek róla. Igen. Szóval benne van egy ilyen kis paranoia, hogy így sem tudjuk, bár hogy pontosan milyen adatokat. Bár egyébként, hogyha nem ugrana fel az ablak, akkor nem biztos, hogy kattintanál? Rosszul kérdeztem. Tehát, hogyha felugrik az ablak, akkor te mindenképpen kattintasz? Hát igen, már csak azért is mondja, idegesít, mert az akkor gyakorlatilag bárhová mész, bármilyen honlapra föllépsz, akkor is mindenképpen kell kattintani. Tehát, hogyha ez automatikus, ugyanott vagy nem. Nem. Tehát ezt egyszer beállítod a böngészőbe, hogy igen, erre a kérdésre mindig igen a válasz. És akkor nem is ugrik fel a felugró ablak, hanem automatikusan. De akkor így is úgy is gyűjtenek rólad adatokat. Na, akár manuálisan kattintasz, vagy akár be van ez állítva előre. Igen, és ezen gondolkodom, hogy ez most jó megoldás lesz-e akkor így. És nem tudom, de ha van, biztos, hogy van a hallgatóink között informatikus vagy programozó, vagy valaki, aki erről többet tud. Ha egy kicsit mesélne nekünk, akár SMS-ben, Viberen, vagy föl is hívhat bennünket, hogy hogy működik ez az egész? Tehát, hogy milyen adatokat gyűjtenek itt konkrétan, és mire használják föl azokat? Lehet-e itt olyan adatokat gyűjteni esetleg egy ilyennel, amivel aztán vissza lehet élni?
nem tudom, rám nem nézi. Az informatika is én nagyon, két nagyon különböző világ vagyok. Annyira is vagyok benne, de bízom a hallgatóinkban, hogy lesz, aki ezt majd elmagyarázza nekünk, hogy miért kínálgatnak minket állandóan sütivel az interneten. Mert... és miért kell ezt nekünk elfogadni. És miért nincsen gluténmentes süti, ha már egyszer ennyire kínálgatnak bennünket. De tényleg informatikusok vagy programozók, segítsetek nekünk egy kicsit. 0620 95 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
cserébe mi most nem sütivel, hanem karamellel kínálunk majd meg mindenkit. Jön majd karamell, és a valaki vár. Társadalmi célú hirdetés. Köszönjük szépen, hírek legközelebb 7:30, ez a Debrecen Rádió. Jó reggelt, jó vekkert, itt van Pincés Marian és Balog István Vilmos. Hú, de sok dolgunk lett itt most hirtelen. Egyrészt, hogy meg kell beszélnünk, hogy mi újság van ezekkel a sütikkel. Hát az egyik hallgatónk, nem árt, igen. Az egyik hallgatónk segített ebben, illetve elég katonás reggelünk lesz, mert hogy katonákat várunk ide a stúdióba. Hamarosan érkeznek, szó szerint katonák érkeznek majd hozzánk, hogy miért, az is kiderül hamarosan. Na, csapjunk bele, kezdetnek itt a Szolvév és a Kalandor. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Let's dance! Jó volt Krisztrea, itt a Debrecen Rádióban. Hello! Jó reggelt! És jó vekkert mindenkinek, ez itt a vekker. Mint minden reggel 6 és 10 között segítünk felébredni. 2 perc múlva lesz 4:08, úgyhogy lassanként beindul a nagy reggeli rohanás. Siesse mindenki, de hogy elkéstenek a suliból, meg a munkahelyről. Nézzük az SMS-eket. A 4-esen, 6-háznál, trafi a Böszörményi leágazásnál, ezt írta nekünk Terrás. Köszönjük szépen, jó utat neked is, meg mindenkinek. Valaki pedig a Gázvezeték utcán csípett el egy trafit. Köszönjük szépen az információkat. De reméljük, hogy a trafipax nem csípte előtt, úgyhogy csak óvatosan. Azt reméljük, így van. És hát akkor jöjjenek az igazán fontos SMS-ek. Jó reggelt, Nánás, írja nekünk Anti, akinek ezek szerint névnapja van, mert hogy Antal nap van. Hát akkor először is boldog névnap. Neked, másrészt pedig jó reggelt, hajd Unánál! Jó reggelt, ébresztő! Ébresztő ott is mindenkinek. A Bagaméri szeretett otthonban dolgozó ébresztő kollégákat, micsoda? Várjál csak. Szóval a lényeg az, hogy a Bagaméri szeretett otthon dolgozóinak szeretne ébresztést kérni egy ott dolgozó kolléga. Oké, kibogoztuk az SMS-t, hát akkor jó reggelt! Bagaméri szeretett otthon dolgozói. Bagamérnek ma már 2 pontja van. Volt egy Bagaméri ébresztés. Írjad csak szépen. Illetve, hajrá Bagamér, még egy-két üzenetet azért várunk. Illetve Gabi Nyíregyházáról hallgat bennünket. Jó reggelt Vekker, remélem nem maradtam le semmiről. Jó reggelt Debrecen, jó reggelt Nyíregyháza. Hát egyrésztről nagyon sok mindenről lemaradtál, másrésztről még most jön a java, tehát még úgy éppen jó reggelt. Be tudod pótolni, de többet ne forduljon elő, hogy ilyen későn kelsz, jó? Hát, mit szántunk, vetünk egész reggel, te vagy csak ilyenkor kapcsolódsz be, hát hogy néz ez ki. Na minden esetre jó reggelt Nyíregyháza, ébresztő nektek is. A hallgatóink segítettek, ugye az előbb fölmerült az a hír, hogy megszűnhet a neten az idegesítő dolog, hogy mostanában a honlapokon mindig rá kell klikkelni arra, hogy elfogadjuk-e azt, hogy a honlap kukikat, sütiket használ. Ez valamiféle adatgyűjtés, tehát ennyit tud szerintem az átlag internetező erről a dologról. És itt egy hallgatónk gyorsan átlinkelt nekünk egy cikket, aki és ez a cikk ez nagyon egyértelműen, nagyon egyszerűen elmagyarázza, hogy mi ez az egész, hogy miről van itt szó. Azt írja a hallgatónk itt az SMS-ben, hogy valójában ezeknek a kukiknak a működése nem alkalmas arra, hogy igazán bizalmas információkat szerezzen rólad. Nem, inkább látogatói szokásokat gyűjt, nem? Figyelj, azt írja ez a cikk, és ez nagyon egyértelműen leírja, tök egyértelmű. Képzeld el, hogy bemész egy szállodába. Uh-huh. És a szállodában, amikor belépsz, kapsz egy kitűzőt, és azon a kitűzőn rajta van, hogy mikor érkeztél a szállodába, milyen nyelven beszélsz, és mi a hobbid. És amikor legközelebb belépsz ebbe a szállodába, akkor már ezt egyből tudni fogják rólad, és azon a nyelven szólnak hozzád, ami a neked megfelelő, amit te megértesz. Tehát tulajdonképpen tudják, a te igényeidet elégíti ki. Igen, szóval igen, örüljünk, igen, hogy a sütivel kínálnak minket. Igen, de hogy igazából engem az zavart, hogy milyen adatokat gyűjtenek, de hogyha tényleg csak ennyi, hogy egyből átállítja magyarra mondjuk azt a honlapot, amire én bejelentkezek, akkor azt mondja, hogy nem kell félni. Nem az zavart inkább, hogy kattintani kellett? Az is zavar, mert idegesítő de volt az egy csak idő után. Egy tized másodperc egyébként. De akkor ezek szerint megnyugodhatunk, mert hogy csak kevés adatot gyűjtenek hát rólunk. Aztán persze ki tudja. Hát azért reméljük, hogy igazat írt a kedves hallgatónk, és egyébként ez, ahogy mondtam is, a te igényeidet szolgálja ki, és a te életedet teszi kényelmesebbé. Reméljük, hogy tényleg csak erről van szó. Azért én
az alapszabályt betartani. Azért kössél már bele valamibe, hát, persze. A neten azért óvatosan, mert ott azért sok minden előfordulhat. Szerintem az, hogy elfogadjuk ezt a kukit, azzal szerintem. Nem tanítottak meg, hogy idegen embertől ne fogadjál el sütit? Nem akartam erre rávenni, mert korán van még. Na hát köszönjük szépen minden esetre a segítséget a kedves hallgatónak, aki ezt átlinkelt. Nekünk talán egy picit most már értjük, hogy miről van szó. Közben pedig megérkeztek a mai vendégeink is, még az első kávéjukat kavargatják odakint. A debreceni toborzó iroda vezetői érkeztek el hozzánk. Mert hát katonás rendet fogunk kitartani. Katonásan hajszál pontosan érkeztek, mert ugye pályaválasztás előtt állnak a fiatalok, jön a február, és a katonaság is tud perspektívát nyújtani a fiataloknak, hogy pontosan miről van szó, arról nem sokára beszélgetünk velük. 6 percen volt el, 4-8, ez a Debrecen Rádió. Jó vekkert mindenkinek! Jó reggelt! És hát reméljük, hogy ez tényleg egy beautiful day lesz. Fagypont körül lesz a hőmérséklet, és még egy kis napsütésre is van esély. Tele vagyunk trafipaxokkal. A gázvezeték utcán mérnek Berettyó Újfalun a Királyhágó utcán, illetve a 4-esen 6-háznál. Köszönjük szépen az infókat mindenkinek, aki elküldte nekünk. Várjál, illetve még egészen friss info, ebben a pillanatban írja valaki, hogy a Köntösgátsoron is trafi van, illetve a Kassai úton is ellenőrzés van. Hát mi van itt ma reggel? Óvatosan mindenki. Trafi áradat, óvatosan mindenki. Köszönjük szépen. A 20-95-95-3-95-re lehet küldeni a közlekedési infókat. Közben pedig megérkeztek a mai vendégeink. Vendégünk a stúdióban Nagy Zoltán alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnoka. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm itt nálunk. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit. Mit tudnak kínálni a fiataloknak? Ma már a Magyar Honvédségben mindenki önként vállalja a szolgálatot, Magyar Honvédségben tovább lehet tanulni és munkát lehet vállalni. Elsősorban ilyenkor az év elején a továbbtanulás a pályaválasztás időszakában a fiatalok, akik tanulmányaik befejezése és a pályaválasztásaik elején járnak, tudunk számukra fontos információkat közölni. Például, hogy a Magyar Honvédség oktatási intézményeiben, a Szentendrei Altiszti Akadémián vagy a Nemzeti Közszolgált Egyetem kampuszán működő honvédtisztképző karon tudunk kínálni továbbtanulás lehetőségeket. Milyen szakmákat lehet itt elsajátítani? Számos olyan szakmára képezünk fiatalokat, ami a civil oktatási intézményekben nem megszerezhető végzettségeket adnak. Itt elsősorban a katonai képzettségekre kell gondolni, a katonai szeretek igényének megfelelően altisztek és tisztek felkészítése folyik. Itt mi a jelentkezés feltétele? Gyakorlatilag a 18. életévtől lehet ugye jelentkezni, de hát aki ebben az évben tölti be, tehát most fejezi be a középiskolai tanulmányait, ők jelentkezhetnek elsősorban, tehát érettségivel és meglévő nyelvtudással, nyelvvégzettséggel vagy nyelvvizsgabizonyítvánnyal lehet jelentkezni. Amiket itt tanulnak a fiatalok, az csak a katonaságnál használható föl, vagy mennyire készítik föl őket az esetleges civil életre is? Ma már számos munkahelyre lehet pályázni katonai végzettséggel, a katonai oktatási intézményen szerzett végzettséggel. Így legfőképpen a közszférára, az állami igazgatás, a közigazgatás munkaköreire gondolok. De természetesen a képzés elsősorban azt célozza meg, hogy a Magyar Honvédség alakulatainak biztosítson megfelelő felkészültségű szakembereket. Mennyire népszerű most a fiatalok között a katonai pálya? Hál' Istennek mondhatom, hogy nagyon népszerű. Én azt gondolom, hogy a keleti országrészben egyébként is az átlagnál általában többen jelentkeznek. Toborzó irodáinkat évente 2,5 ezer ember is felkeresi érdeklődés céljából, munkavállásra érdeklődnek. Itt aztán a korosztály mindenféle, 18 éves kortól 20-as éveinek elején járó, vagy a 30-at is betöltött középkorúak, de az idősebb korosztály is, férfiak, nők egyaránt érdeklődnek, természetesen nagyobb arányban a férfiak jelentkeznek. Általában olyan 150 fő, aki megyénkből bekerül katonai szolgálatra, az elmúlt évben 166-an vállaltak szerződés katonai szolgálatot Hajdú-Bihar megyéből. Aki most esetleg kedvet kapott a katonai pályához, annak mi a teendője? Hát elsősorban azt tartom célszerűnek, hogyha akár a továbbtanulás, akár a munkavállás iránt érdeklődik, be kell jönnie a toborzó irodánkba, aki nem Hajdú-Bihar megyében él, vagy nem itt van nap, mint nap életvitelszerűen, ő minden megyeszékhelyen találhat toborzóirodát, ott kell érdeklődni, és minden szakmai segítséget megkap, hiszen akik valamelyik szolgált formára jelentkeznek, egy alkalmasságvizsgálaton részt kell vegyenek, melynek a szervezése természetesen a munkatársainak a feladata. Debrecenben pedig a pontos cím a Péterfia utca. Igen, 58 szám alatt található a katonai toborzóiroda, ami gyakorlatilag az elmúlt évben már 15 éves volt, nagyon komoly tapasztalattal, rutinnal és a lehetőség teljes tárházával várják a kollégák az érdeklődőket. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen még egyszer. Kedvet kaptál ahhoz, hogy katona legyél?
Hát mondjuk én nem biztos, de egy intelligens idegen nyelvet beszélő erős izmos katona. Hát ez rám gondolsz. Hát tulajdonképpen, igen. De hogy ez milyen izgalmas időszak azért, nem? Ez a pályaválasztás, hogyha ha visszagondolok én is, hogy bár akkor nem biztos, hogy felfogtuk, hogy mekkora döntés előtt állunk. Nem, én akkor is éreztem, hogy nehéz, nagyon nehéz. Én még sokszor most is azon gondolkozom, hogy jó helyen vagyok-e, és jó az, amit csinálok, de most már rájöttem, hogy ettől jobbat nem is találhattam volna, de ez kiskoromban, vagy amikor fiatalabb voltam, akkor ez ilyen hatványozottan élt bennem, hogy szóval beszéljük meg, ha már itt a pályaválasztás szóba került, hogy ki mi akart lenni gyerekkorában, és ahhoz képest mi lett belőle. Jó? Nagyon jó kérdés. A hallgatóktól is várnánk természetesen ezeket a sztorikat, mik akartatok lenni, amikor kicsik voltatok, aztán mi valósult meg ebből, vagy mi nem valósult meg ebből. Ilyen sztorikat vártánk ma reggel. SMS-es Viber számunk 0620 95 95 95, vagy hívni is lehet bennünket 95 95 95, a forró drótunk. DJ Snake és a Let Me Love You, pont belefér még a hírek ége. Jó reggelt, 3 perc múlva 3-4-8, ez jó a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig itt a Vekker. Jó Vekkert mindenkinek. Trafipaxok mindenhol. Most éppen Éva írta meg nekünk, hogy jó Vekkert a Gázvezeték utcában mérnek a rendőrök. Igen, köszönjük szépen, tudunk már róla, és a Kanális utcánál pedig várakozok is egy rendőrautó a hallgatóink szerint, nyilván azokra vár, akik belefutnak a trafiba a Gázvezeték utcán. Szóval ott óvatosan, de van ezen kívül is trafipax. Piros Fiesztába csomagolva. Igen. Bösszörményben a Királyhágó utcán is mérnek, ezt írta nekünk nem régen valaki, köszönjük szépen. Aztán ellenőrzés van Debrecenben a Köntösgátsoron és a Kassai úton is, vezessen mindenki nagyon-nagyon óvatosan. Egyébként, hogy -2-3 fok körül lesz a hőmérséklet, felszakadozik a felhőzet, és még valamicske kis napsütésre is számíthatunk az előrejelzések szerint. Aztán... Ami egészen jó, mert hogy egy nagyon nagy lehűlés következik az elkövetkezendő napokban. Ne ijeszges, majd akkor aggódunk azon, amikor itt a hideg. Most örüljünk annak, hogy végre van egy kis napsütés. Na most ki a pozitív kettőnk közül? Úristen, én? Jézusom! Ennyi történt? Ennyire fáradt vagyok. Na, még egy kicsit a tegnap estéről. Ugye, hát tegnap este hideg volt, minusz 11-2 fokokat mutattak a hőmérők, de azért a kemény magot volt a nagy stressz levezető ordításunkon. Köszönjük szépen mindenkinek. Hát aki meg nem volt ott, az most milyen félbe kérdezgeti tőlünk itt SMS-ben meg Viberen, hogy milyen volt. Kérlek szépen, ilyen volt. Volt hangunk rendesen, visszhangzott tőlünk. Milyen jól visszaadja ezt a feelinget. Visszhangzott tőlünk a nagy erdő, úgyhogy lesz folytatása a dolognak, ez biztos. Sőt, hát ugye már beszéltünk róla, hogy a pécsiek is ráharaptak az ötletre, úgyhogy már most versenyzünk a pécsiekkel, hogy ki lesz a hangosabb. Szóval lesz folytatás. Annyit megígérünk, hogy nem minusz 15 fokba megyünk legközelebb. Hanem minusz 20-ban. Hanem még inkább csak a kemény mag legyen majd ott velünk. Jaj, meg hát ugye itt az előbb a pályaválasztásról kezdtünk el beszélgetni, itt voltak velünk a Toborzó iroda vezetői, akik arról beszéltek nekünk, hogy milyen lehetőségeket nyújt most a hadsereg a fiataloknak, milyen életpályát kínál nekik, és hát föltettük a kérdést a hallgatóinak, hogy ki mi akart lenni gyerekkorában, és hát ehhez képest mi lett belőlük. Nem akarottál kezdeni a sor? Mondjam el én? Mondd az el. Nagyon rövid lesz. Én nem akartam lenni semmi, és az is lettem. Nekem a világon semmi elképzelésem nem volt. Most ezt tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de hogy én már ilyen 11-12 évesen DJ és rádiós akartam lenni. Nem már, komolyan. Isten bizony, ez akartam lenni, és hát akkor és az is lettem tulajdonképpen. Egy nagyon ritka ember vagy, mert szerintem azért elég, tehát nem gyakori az, hogy valakinek ennyire beválnak az álmai, vagy valóra válnak az és álmai. Úgy akartam, mind a kettő ráadásul. Úgy akartam ez lenni, hogy valójában még amikor ez úgy megfogalmazódott bennem, én azt sem tudtam, hogy mi ez. Tehát ezt halálkomolyan mondom, a tetszett a hangzása, hogy DJ meg lemezlovas, de hogy nem nagyon tudtam én azt 11 évesen mondjuk, hogy mi az. Akkor vettük az első magnónkat, amikor én 11 éves voltam, nem nagyon, de hogy tetszett a hangzása, tudtam, hogy valami köze van a zenéhez, és akkor... És hol akkor a mezőgazdaságban képzelted el? Vagy mégis milyen elképzelésed hát, volt? Jó, nyilván, hogy valami, tudtam, hogy valami zenével, meg valami ilyesmihez van köze. Hát mondjuk azt, hogy rádiós, azt már úgy nagyjából azért be tudtam lőni, mert rádiónk az volt. De hogy valahogy ez gyerek így, mikrofon, nem? Ez így volt aztán később, és ez így megfogalmazódott bennem, és aztán valahogy tényleg, és akkor ezzel most megint el lehetne filozofálgatni, hogy mennyire határozza meg az embernek a gondolatai a saját sorsát, hogy ez belém ivódott
10-11 évesen, és aztán tényleg mindenféle véletleneknek köszönhetően valahogy efelé vitt az egész életem, tulajdonképpen egyenes vonalon. Na hát én mondjuk véletlenül sem az lettem, mint amit megálmodtam, de ezt majd később. Elég ciki sztorit. Egy kicsit még várjunk vele. Meg a hallgatóink is elküldték már, hogy ők mik akartak lenni, és aztán mi lett belőle. Csak egyet mondok most, jó? Valaki azt írja nekünk, hogy királylány akartam lenni, nem jött össze. Hát, pláne, ha Laci írta mondjuk. Hát igen. Vagy lehet, hogy a herceg hiányzott. Folytatjuk még ezekkel, akkor itt a pályaválasztás kapcsán merült fel a kérdés, hogy ki mi akart lenni gyerekkorában, és mi lett belőle, írjátok meg. Hogy mi nem lett belőle. 0620 95 95 95. Mindjárt jön a Halott Pénz. Társadalmi célú hirdetés. Ez volt a Black Eyed Peas itt a Debrecen Rádióban. Hello, jó reggelt mindenkinek. 8 óra lesz, 4 perc jó múlva. A mai Vekker kellős közepén vagyunk. Jó Vekkert. És hát ugye itt voltak velünk a Toborzó iroda vezetői, akik perspektívát kínálnak a fiataloknak most itt a továbbtanulási időszakban, és hát arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ki mi akart lenni gyerekkorában, és ehhez képest mi lett belőle. De mielőtt az SMS-ekre rátérünk, gyorsan az utakra is nézzünk rá. Gyors, trafiinfo, a gázvezeték utcán mindenképpen vezessenek nagyon óvatosan, illetve a Köntösgát soron is ezeket az infókat kaptuk. Köszönjük szépen a hallgatóinktól. Na, és akkor most tényleg nézzük azt, hogy miket írtak a hallgatóink, hogy mik akartak ők lenni, és aztán ehhez képest mi lett belőlük. Helga írja nekünk, 3 éves korom óta gyerekorvos akartam lenni, és az is lettem. Imádtam a doktornénit mindig is. Jaj, de nekünk. Szép. Úgyhogy ez egy sikertörténet. És ez külön jó, hogyha valaki olyan példát mutatott neked, ami alapján te azzá akarta válni, mint a doktornéni. Ugye azt mondtam, hogy a doktornénit szerette. Nem volt rossz élménye a doktornénikkel, tehát valószínűleg nem kapott sok injekciót. Hát valaki ennyire, inspirálta valaki. Meg megint az, hogy gyerekkorában beleivódott a kis gondolataiba az, hogy mi akar lenni, és aztán tényleg az lett. Tehát gyakorlatilag hasonló sztori, mint ami nálam. Igen. És hány embertől, aki igazán sikeres, igazán boldog, és igazán azt csinálja, amit szeretne, hogy hányszor hallod azt, hogy mindig is tudta, hogy mi akar lenni. És akkor valahogy úgy szerintem alakult az élete. Szerintem nagyon, vagy nem tudom, hogy neked vannak-e hasonló sztoriaid. Hogy? Hát, hogy valaki addig mondta, hogy azt szeretne lenni, hogy aztán tényleg hát, az hogy ez jellemző. Szerintem ez a jellemző, hogy aki tényleg, tehát most azokra gondolok, akik tényleg azt csinálják, amit szerettek volna, és amit igazán szeretnek, azok általában mondjuk már nagyon korán tudták, hogy ők ezt akarják csinálni. És akkor valahogy úgy alakult, hogy a célon tartották a szemüket, és akkor valahogy úgy alakult az élet, hogy oda jutottak. Én kifejezetten örülök, hogy nem az lettem, mint ami szerettem volna, majd elmondod. Jó van. Ciki sztori már megint, jó van. Azt mindig szeretjük. Várjál, azt mondja, hogy Amaro Cruz írja nekünk. Üdv! Én a Medicopter 117 miatt pilóta akartam lenni, de most itt ülök, villamosmérnök lettem, de ezt sem bántam meg, írja ő nekünk. Nagyon-nagyon-nagyon hasonló sztorit kaptunk. Azt írja valaki, hogy pilóta akartam lenni, Balú kapitány volt a példaképem. Egyébként a szakmában maradtam, mert utazási irodában dolgozom. Hát majdnem végül is. Illetve még egy érdekes, azt írja nekünk valaki, hogy mindig is imádtam a csokit, így csoki gyáros szerettem volna lenni. Jaj, de jó. Sajnos nem jött össze Annabellától. Hát ezt még én is sajnálom, Annabella. Ezt az álmat, ezt megvalósíthattad volna. Az azon gondolkoztam, hogy imádta a csokit, és csoki gyáros akart lenni. Akkor azon gondolkoztam, hogy nekem akkor tinédzser koromban nőgyógyásznak kellett volna, de ez egy másik történet itt el. Csak így fölvettem ezt a fonalat, hogy akkor még ez is nagyon-nagyon tetszik. Azt írja valaki, hogy 6 éves fiamat megkérdeztem nemrég, hogy mi akar lenni, ha felnő. Azt válaszolta, vállalkozó. Tehát ez szerintem ez borzasztó fura, nem? Ez nem egy konkrét szakma. Tehát a gyerekekben megragadnak ilyen szavak. Csak van egy nagy álma, hogy ő vállalkozó szeretne lenni. De ugyanez a nálam is, hogy megragad bennem egy szó, ami azt tetszett tudod, a hangzás. Azt sem tudom, mit jelent, most 6 évesen mi az, hogy én az akarok lenni. És akkor valószínűleg vállalkozó lesz belőle. Hát megkérnék a kedves hallgatót, hogy 18 év múlva írjon nekünk újra, hogy mi lett végül is a kisfiúból. Kedves apuka vagy anyuka, aki ezt elküldte, azt jegyezze meg mindenképpen. Na hát akkor a témánk az, hogy mik akartatok lenni, és aztán ehhez képest mi lett belőletek. Később ezt írjátok meg nekünk, várjuk a sztorikat. SMS Viber 0620 95 95 95, vagy a bátrabbak hívhatnak, és 95 95 95 a forró drótunk. Most friss hírek, mert 8 óra van, aztán pedig Martin Garrix és az In the Name of Love.
Köszönjük szépen, 8 volt 4 perccel, ez a Debrecen Rádió. Jó vekkert mindenkinek, jó itt van reggel. Velünk Pincés Marian. És Balogh István Vilmos, jó reggelt. Folytatjuk a sztorizást, hogy ki mi akart lenni gyerekkorában, aztán ehhez képest mi lett belőle, mert ugye itt vagyunk a pályaválasztási időszak kellős közepén. Lesz egy ciki sztori Marianról, azt nagyon várjuk hát már, azt tudjuk, annak mindig örülünk. De előtte még egy kicsit fokozzuk a hangulatot, itt van Martin Garrix és Baby Rexa, és az In the Name of Love. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Yeah! Edda Művek Miskolc! Ez itt a Debrecen Rádió. 2 perc múlva, 4:09 lesz. Jó vekkert mindenkinek! Jó reggel. Csörög a mai vekker, 6-tól 10-ig ma is itt vagyunk, és felébresztünk mindenkit. Van egy trafipaxunk, Laci van a vonal végén. Hello, jó reggelt! Szia, Laci vagyok. A 4-es főúton Hajdú Hatászágában ismételt mérjönnek a rendőrök. Nyíregyháza a tartókra mérik. Köszönjük szépen, nem tudom, mennyire lehetett érteni. Tehát a 4-esen a Hajdú Hatház környékén, Hajdú Hatász környékén ma reggel is mérnek a rendőrök, a Nyíregyháza felé tartókat mérik. Köszönjük az infót Lacinak, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánunk. Na, hát a pályaválasztás volt a témánk, ugye itt voltak velünk a debreceni toborzó iroda vezetői, és ők elmondták, hogy a katonaság mit kínál most a fiataloknak, mi pedig hát elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ki mi akart lenni gyerekkorában, és aztán ehhez képest végül is mi lett belőle. Várjál, van itt, ezt neked írják, Marian, nagyon szexi a hangod, írja valaki aláírás nélkül. Jó. Köszönöm szépen. Jó, na, csak hogy be tudjál azonosítani, ez a Marian hangja, mondj valamit, léces. Köszönöm szépen. Ez pedig az enyém, tehát hogy csak hogy biztos tudjuk, hogy nem keverted össze a kettőnkét. Hát figyelj, nem lehet tudni esetleg. Jó, mindegy. Megmente az üzenet. Jó, akkor a Marian fényezését be lehet most már fejezni, jó? Tudjuk, oké, rendben, kész. Napi rendre térünk fölötte. Aztán Annabellával beszéltem még itt egy kicsit a Viberem. Ő volt a csokigyáros akart lenni, de azt mondom, hogy lekésett. Amit nagyon sajnálunk, hogy megígérte, hogyha mégis csokigyáros lesz, akkor az első csoki a miénk. Úgyhogy drukkoljunk. Jaj, de kedves, nagyon köszönjük. Hát kedves, egy kicsit kiprovokáltam tőle, hogy a miénk legyen, hogy a miénk legyen az első csoki. Akkor te meg jól végzed a dolgodat. Aztán valaki nagyon röviden annyit írt nekünk, szobafestő vagy bérgyilkos akartam lenni. Hát kreativitás mind a kettőhöz kell. Melyik lettél végül? Ez érdekelne. Ja, meg piros festék. Mondjuk erre csak azt lehet válaszolni, hogy szobafestő. Tehát ez nyilván nem fogom megírni, hogy bérgyilkos lettem. Hát, nem vettek fel a festőiskolába, elmentem bérgyilkosnak. Aztán valaki ír nekünk egy nagyon érdekeset. Szegény édesapám sofőr volt, apás kislány voltam. A lábam nem érte a pedált, de vezettem az ifát. Én is sofőr akartam lenni. Megadatott. Sokféle teherautót vezetek. Uazt is, Dévó, Iveco, Fiat. Repülőt is szerettem volna, de arról már lekéstem. Marika írta nekünk ezt a fiús SMS-t. Hát igen, a bátyám is egyébként azon gondolkozom, hogy mezőgazdaságban dolgozik, traktort vezet, és az én unokahúgom, aki 4 éves kislány, ő is azt mondja, hogy ő traktoros lesz. Tehát ő simán traktoros lesz. És ez milyen érdekes, nekem a szegény nagypapám volt teherautósofőr, és ő is mindig vitt engem magával gyerekkoromban, és ugyanez volt nekem is ott, mit tudom, amikor aratás volt, és akkor ment az ifával a tardom, meg mit tudom, akkor engem is az ölébe vett, és akkor nyomhattam a pedált, elértem, meg kormányoztattam az autót, de soha nem akartam teherautósofőr lenni, vagy semmi. Ráadásul apukám is ilyen autós vonalon dolgozik egyébként. Az enyém is, és nekem voltak ilyen gondolataim egyébként, hogy soha az életben, nem akartam semmiféle autós dolog lenni. Nekem ezek ilyen kilengések voltak, én néha akartam sofőr lenni, de egyébként azóta is szeretek vezetni. Mondjuk sofőr nem, már úgy hivatásos sofőr nem vagyok. Jó van, ezt a témát is be lehet fejezni. Aztán Firga bácsi írja nekünk, a fiam orvos akart lenni, lebeszéltem róla, gázszerelő lesz. Ez érdekelne, hogy miért beszélted az orvosi pályáról. Ez inkább fordítva szokott lenni, hogy rábeszélek, hogy legyél orvos fiam, mert az milyen jó, meg ugye az micsoda egzisztencia, micsoda karrier. Igen, nagyon kíváncsi vagyok. Erről írhatnám még egy-két mondatot, hogy miért lehet, hogy látta, hogy nem voltak olyan képességei, nem? És akkor a csalódásoktól akarta megóvni. Legalábbis én erre gondolok. Nem tudom, hát majd reméljük, hogy megírja nekünk Firga bácsi, itt van még velünk. Valaki írja, hogy üzemvezető. Ja, igen, ez a bérgyilkos, aki végül is üzemvezető lett egy gyárban. Lehet, reméljük az alkalmazottak. Az alkalmazottak nem tartanak bérgyilkosnak. Üzemvezető lett végül is egy gyárban. Ó, ez egy szomorú történet, egyik se jött össze, se szobafestő nem lehetett, se bérgyilkos. De még lehet. Még lehet bérgyilkos simán. Lehet bérgyilkos simán. Aztán valaki Marcsi írja nekünk, ez egy másik Marcsi. Sziasztok,
14 évesen Dr. Sidney Fox akartam lenni, az elveszett erekjék fosztogatóiból, ó igen. Jaj, de jó, de jó. Ebből tök logikusan következve közgazdasági középsúlyba mentem. Hát ugye, hát persze, mi más? Sidney Fox az egy régész volt, vagy valamilyen történész, vagy valami igen, hasonló. Igen. Szóval, tehát ebből logikusan következve közgazdasági középsúlyba mentem, majd 17-18 évesen kriminálpszichológus és vagy szexuálpszichológus akartam lenni. Most számviteli ügyintéző vagyok, ami nyomokban sem hasonlít a feltételekre, de imádom, ez volt Marci. Marci üzenete, köszönjük szépen. Hát végül is az a lényeg, hogy ezt a mostani szakmáját is imádja. De nagyon jó egyébként, igen. Én most gondolkozom, hogy nekem is voltak olyan karakterek, amikor most ez akartam lenni, most a balukapitány, én is akartam lenni például. Hát az annyiból sikerült, hogy hajnalodik, kiugrasz az ágyból. A barátod már vár rád itt a stúdióban. Ennyiből összejött a balukapitány. Meg várjál még egy, ez most jött Enikőtől. Sziasztok, nekem nem volt ilyen vágyam, de az öcsém mindig a 31-es buszt akarta vezetni, hogy anyut ő vihesse dolgozni. Jaj, de arra jó. Most CNC gépkezelő. A 31-es busz, ez nagyon jó. Köszönjük szépen. De várjál, nem is akármilyen buszt, a 31-est. A 31-est, hogy anyut ő vihesse dolgozni. Hogy a megfelelő útvonalon elvihesse az édesanyját, nagyon jó. Jaj, na még egy, aztán most befejezzük erre a körre. Sziasztok, én óvónő akartam lenni, és varrónő lettem. Hát varni a gyerekeknek is lehet, úgyhogy végül is lehet. Hát végül azért nem ugyanaz. Nem ugyanaz, persze. Én egy kicsit óvónő vagyok, mert hogy... Nem tudom, tanító bácsi vagy. Igen, de hogy ugye kellett gyakorlatra mennünk óvodába is. És hogy, tehát, hogy minden elismerésem az óvónőké. Tehát azt csinálni egy életen át, hogy rád van bízva 20 kisgyerek, akik beszélni alig tudnak még, és akkor az egyik kezeddel a teát öntöd, a másikkal a cipőfűzőt kötöd, a harmadik kezeddel utána nyúlsz, hogy ne szaladjon ki, a negyedikkel mesélsz. Tehát az le a kalappal. Tehát az kisgyerekekkel foglalkozni egy életen át, azt mondom, hogy az le a kalappal. Mondjuk én tanítottam gyerekeket, volt olyan, hogy 3-4 évesek voltak a csoportban, de egy óra imádtam őket, tehát szerintem a világ egyik legszebb szakmája, de egy óra alatt rendesen elfáradtam szellemileg. Most gondolj ezt 50 éven át. Ez szoroz be mondjuk tehát még 8-szor, igen. Ugye napi 8 órán keresztül. Igen, úgyhogy az óvónők előtt le a kalappal részemről. És úristen, mennyi SMS van még itt, válogatunk, meg hát te is jössz egy cikk és sztorival, folytatjuk még ezt. Nem sokára itt az OMD és a Ceiling of the Seven Seas. Reklám. Mindjárt 8:30, ez itt a Debrecen Rádió. Jó vekkert mindenkinek! Jó reggelt! Ébresztő Debrecen, ébresztő Hajdú Bihar megye. Hát a pályaválasztás lett a témánk, ugye itt ma reggel itt voltak velünk a Toborzó Iroda vezetői, és akik elmondták, hogy ők mit kínálnak most a fiataloknak, aztán hát elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ki mi akart lenni gyerekkorában, aztán ehhez képest kiből mi lett. Mindjárt mondom, hogy miket írtak a hallgatóink. Előtte egy közlekedési info. A Phoenix Taxitól tudjuk, hogy a Csapó 88-nál figyelik az ebrát a rendőrök. Köszönjük szépen. Tehát a Csapó utcán akkor rendőrök vannak. Köszönjük. A vonal végén pedig itt van velünk Sanyi. Hello, jó reggelt! Sziasztok, Sanyi vagyok. Csak én nem tudok írni, mert dolgozunk ezzel. Azt mondom, én tudom, mit tettem volna, hogy gyerekkoromban? Kémény seprőt. A faluban minden nőt majdnem lefektetett. Lefekült velük, kotort, minden. És végül nem az lettél? Nem. De azért nőid voltak rendesen. Hát az millió. Hát akkor nem kell az kémés. És a koromhoz képest jól nézek ki, mondtad te volna. Hát képest, hogy valahogy, mert elsőnyit, milyen idős vagyok. Hát a hangod... A fiatalos, de hát figyelj, a hangod alapján olyan 75 körül vagy. Még egy kicsi hozzá. Sanyi, köszönjük, ciao. Na, hát objektív indokok, hogy az ember miért akar kéményseprő lenni, ugye? Sanyitól ezt is megtudtuk. Aztán még egy-két SMS, valaki írja a régi poént, hogy tesóm komp akart lenni, de nem komplett. Hát igen. Igen. Aztán egy másik. Sokan vannak ezzel így. Brit tudós szerettem volna lenni, most buszt vezetek. Hát a hírekben elég sokszor szoktunk brit tudósok kutatásairól. Buszvezetőkről is egyébként. Igen, közlekedési hírekben. Igen, megpróbáljuk ezt belecsepegetni az életedben. Ugyanolyan híres vagy. És Kawasaki írja nekünk még itt az előző bérgyilkosos üzemvezetős sztorihoz, hogy nálunk volt egy művezető, bérgyilkos volt, rengetegen elmentek miatt a cégtől, most inkább én is villanyszerelő lettem, jobban jártam, így foglalja nekünk össze. Történet. De akkor tulajdonképpen ez egy sikersztori. Tulajdonképpen ez egy sikersztori, hogyha úgy veszünk. Úristen, és csak jönnek az SMS-ek, úgyhogy hát hál' Istennek. Megnézzük majd még, hogy
mit írtak a hallgatóink, mik szerettetek volna lenni gyerekkorotokban, aztán ehhez képest mi lett belőletek. Ez a ma reggeli téma. Lehet még írni a 0620 95 95 95-re, vagy hívni is lehet bennünket a 95 95 95-en. Mázlid van, megint nincs időnk a te cikis sztoridra. Nem is tudom, hogy ennek örüljek-e vagy sem. De a hírek után mindenképpen, jó? De a hírek után itt lesz egyébként Dua Lipa is. Ez a Debrecen Rádió, 8 perccel múlt el, 8:30. Jó vekkert mindenkinek! Jó vekkert, jó reggelt! Ébresztő, Debrecen Rádió, 6-tól 10-ig vekker, és hát ma reggel abba mentünk bele itt a pályaválasztás kapcsán, hogy ki mi akart lenni gyerekkorában, és aztán ehhez kapcsolódva, vagy ebből ehhez képest végül is mi lett aztán belőle. Na, kezdjük, van még SMS, kifogyhatatlan, ez a kifogyhatatlan, mert mindenki szeretett volna lenni valami, és aztán mindenkiből lett valami. Nem. tehát erről nyilván mindenkinek van sztória. Sziasztok, én titkárnő szerettem volna lenni, élelmiszertartósítónak tanultam, dolgoztam 4 évet a szakmában, takarítónő is voltam több helyen, voltam pék, fagylaltos, pultos, most pedig 15 éve dajka néni vagyok. De én azt is úgy irigylem, aki mindenben kipróbálja magát, és mindenhol megállja a helyét. Szerintem ez fantasztikus. Igen, ő is minden volt, mert minden volt. Hát most egy ilyen átmeneti időszakban 15 éve dajka néni, de aztán még bármi lehet belőle, repülőgép tervező mérnök, vagy bármi ezek szerint. De igen, ez is szép történet, amikor az ember mindent kipróbál. Aztán egy másik, és ez eszembe jutott, hogy ez igen, ez az SMS jutott eszembe, hogy én is gyerekkorom, hogy felejthettem ezt el? Na, sziasztok! Mesélj. Én egész kicsi koromban kukás akartam lenni. Hát jaj, én is, tényleg. Volt egy kedves öreg rokonom, aki azzal szédített, nézzem meg, milyen jó a kukásoknak, hiszen egy héten csak egy napot dolgoznak. Nekem se kellett több, elhatároztam, hogy az leszek. Ezzel ellentétben pincér lettem. Szép napot, Zsuzsa voltam. Nekem azt tetszett nagyon, hogy tök legálisan mozgó járművön utaztak. Hát és annyira jó hősei. Volt, és én is fel akartam oda pattani, igen. És menni akartam. Nagyon jó. Hát tényleg. Én is akartam kukás. Úristen, de mennyire akartam kukás lenni. Ott álltunk az óvoda kerítésénél, a kerítésen belülről, mert a kukák meg ott voltak kint a kerítés mellett, és vártuk, hogy jöjjenek a kukások, és néztük, hogy a kukák tényleg, és valóban, és én komolyan kukás akartam lenni. Mondom, én is akartam lenni, és ez nekem sem jutott eszembe. Ott is együtt dolgozhatnánk. A kukák, nagyon a kukáknál is. Van-e még SMS-ek? Még van remény. Közben itt többen megmagyarázták nekünk a gázszerelős poént, igen, közben nekünk is leesett, köszönjük szépen, hogy mire gondolt a kedves hallgatónk. Na de, kedves Pincés Marian, hallgatlak. Hát ugye minden gyerek életében létezik az álomszakma, ugye a nagybetűs szakma, amivel tud azonosulni, és el tudja képzelni, hogy majd milyen jó lesz neki abban. Meg hát vannak ugye ilyen kis mellékágak és fellángolások, és én azért tudom... Te nagyon mellé beszélsz, ez nagyon ciki lesz. Nem. Azért tudom nagyon-nagyon pontosan, hogy nekem mi volt a nagybetűs álomszakma, mert amikor én általános iskolás voltam, nem tudom, 10 éves lehettem, akkor az osztályfőnökünk megkért minket arra, hogy írjuk le egy cetlire, hogy ki mi szeretne lenni. És hát én azt írtam, hogy én a Dáridóban szeretnék háttértáncos lenni. És én azt halálkomolyan elképzeltem, hogy Lagzi Lajcsi mögött. Én majd a színpadon fogok táncolni, és mindenki engem fog nézni. Jó, és hát mondjuk, ez volt a nagybetűs álomszakma. Mondjuk azt már bevallottad, hogy egy MC haver lemez volt az első lemez, ami a kezdetbe került, tulajdonképpen és hát egyáltalán nekünk, nem is. Igen, és hát nekünk ez egy ilyen állandó péntekesti mulatság volt, hogy ment a rádió Dáridó. Igen, és én ezt elképzeltem, hogy én majd Lagzi Lajcsi. Hát rádió, Dáridó, hát majdnem ugyanaz. Igen, és a Dáridó helyett lett rádió, így van, igen. Jézus, atya úr! És csak én zárójelben, hogy ezek a mellékágak mi lettek volna. Szerettem volna orvos, meg német tanár is lenni, de a Dáridó az mindent vitt. Igen. Atya, úristen! Te ezt tudod, hogy ezt most ezt pár ezeren hallottál? Igen, tudom. És vörösödök is, nem látod? Úristen! Jézus, a Dáridóban háttértáncos. De figyelj, erre bizonyíték van, feketén-fehéren, én ezt leírtam. Én elhiszem. Atya úristen, jó. De jó, dolgozt fel azért. Mondtam, hogy cikis lesz. Ezt most akkor elmegyünk. Igen, ez van. Ezt most akkor elmegyünk és kipihenjük. Aztán visszajövünk majd egy újdonsággal. Nem baj, hogy nem Dáridó lesz? Nem. Steve Aoki új dala, a Just Hold On. Uda fincsik is zene, ez volt az új Ed Sheeran sláger, a Shape of You, bár tudom, hogy neked más a világod. Komolyan aggódtam, hogy ez meg fogsz tudni szólalni. Rádió, benne pedig a Wecker. Hát megállt az élet egyébként, tehát hogy itt sokkot kapott mindenki az előbbi önvallomástól, tehát eddig ömlöttek az SMS-ek, meg az üzenetek, most semmi. Tehát az utóbbi 5 percben semmi, tehát hogy így mindenki ül szerintem a rádió mellett, és úristen. Jól van, nagyon fenn. Ugye nem akarok régi emlékeket fel tépni, de mi jut eszedbe, hogy ezt hallod? Hogy
milyen érzések. És felismeri az első hangról. Nagyon bödös vagy. Nyomjad! Nyomom! Úristen! Nem tudsz engem elképzelni Lagzi Lajcsi mögött, ahogy... Hú... Tekergetem, hát ez... csavargatom magam. Hát nem, tehát hogy... Sokkot kaptam, tehát hogy ritkán van ilyen, hogy nem tudok megszólalni, de úgy látom, hogy a hallgatók is, tehát hogy egy az egybe megállt az élet mindenkinél. Próbáljunk napirendet érni a dolgok fölött. Valaki van itt velünk a vonal végén. Halló, jó reggelt! Szervusz, Vános vagyok. Légy szíves, mondjátok, Karszagnál a körforgalom után egy sürke Renault-ból mérnek. Köszönjük szépen. Megvan még trafiinfónk, tehát Karcagnál egy szürke Renault-ból mérnek a 4-esem. Hajdúszoboszlón mérnek a debreceni útfélen, a 35-ösön Hajdunánás és Hajdúdorok között, Balmazújvároson pedig a Böszörményi utcán óvatosan. Köszönjük szépen, találtam neked egy képet a neten. Lagzi Lajcsi és a másik ikonod, MC haver és a teknő. Tehát jó, közös képen. Most már váltsunk témát, nem, nagyon-nagyon nem tudok, tehát nekem itt vége a napnak. Tehát, hogy én most itt legszívesebben elköszönnék és hazamennék, mert én most nem tudok erre mit mondani, hogy de hát ez a gyerekkori álmod volt, hogy a Dálidóban háttértáncos legyen. Tehát ez, tehát itt a vége a napnak, én azt mondom. Nekem ezt még föl kell dolgozni. Egy Robbie Williams dalt azért meg tudsz hallgatni? Tehát az úgy belefér a zenei ízlésedbe? Igen. Kicsit, muszáj kicsit nevelni téged. Jön Robbie Williams és a Love My Life. Háttértáncos a Dálidóban. Debrecen Rádió. Debrecen. Reggel. Ő volt Robbie Williams, Debrecen Rádió, benne pedig a Vekkel, 9 óra lesz nem sokára, az első etap lassanként véget ér, Marcsitól már el kell, hogy búcsúzzunk, de ideje is. Vagy hát ez... Atya Isten, várja, van itt valaki, aki veled szeretne beszélni. Haló, Debrecen Rádió, tessék! Katika vagyok, jó reggel! Szia, Katika, parancsolj! Marci mondta, hogy mit? Háttértáncos akart lenni a Dálidóban, igen. Lesz apropó, mit kikiabálni, ki ozdítani legközelebb a nagy jelzőt. Ez egy olyan feszültség. Bocsánat. Igen, szegény szégyellés magát rendelte. Nem tudom, hogy mostanában pompáztam-e ilyen színekben, mint most. Hát igen. De ki ozdítjuk magunkból, nem? De, ezt muszáj lesz, ezt muszáj lesz. Remélem, hogy felvettek. Igen. Oké. Okay. Köszönjük. Hello. Szóval nincsenek szavak. Elfogytak. Hát ragaszkodtam volna inkább a másik álmomhoz, hogy német tanár leszek, akkor most szépen elköszönöm, hogy Auffi, de ezért is tovább lendülnénk. De látod, a hallgatók együtt éreznek veled, és hát már együtt, tippeket hát is adtak mi. Ahhoz, hogy hogy dolgozz fel. Ugye ilyenkor szoktuk kiosztani a naphallgatója címet, meg a főtapsot, de hát azt hiszem, hogy ez most házon belül maradt, kedves Marcsi. Elfettem egy nagy titkot az életemből. De ez annyi mindent megmagyaráz egy utólag a személyiségeddel kapcsolatban. Na mit? Hát hogy miért vagy ilyen, meg milyen? Hát olyan, amilyen. Primadonna? Jaj, azt mondtad, hogy azt hitted, hogy az vagyok. Van még itt pár SMS, de tök meg kár is felolvasni őket. Igazából ezek után nincs már tovább. Mérnök akartam lenni, az is lettem, Laci. Bárcsak Marci is megírhatta volna, hogy háttértáncos akartam lenni a Dálidóban, és az is akartam lenni. Aztán egy másik, ez egy kicsit szomorúbb. Zenész akartam lenni, de mindenki kiröhögött, nem mertem belekezdeni. Pedig tehetséges voltam, ma már öreg vagyok, hogy megvalósítsam, bocsánat. Hagytam magam lebeszélni, írja nekünk név nélkül valaki. De látod, ez meg a tesztoriddal analóg egy kicsit. Látod, a tiédre már nem is emlékszik senki. Háttértáncos akartál lenni a Dálidóban, nem mertél belevágni, ezért most itt ülsz reggelente egy rádióban. De sanyarú sorsomban, nem? Sajnálj már egy kicsit. Hát ez szóval... Nem, tehát vége a napnak. De hát én ezt most itt feladtam. Várjál, Marika küldött még közben nekünk egy képet. Ő még a tegnapi témánkon van leakadva. Ugye arról beszélgettünk, hogy akkor a most az ágynemű az hogy van fent. Fennagom vagy lennagom. Küldött egy képet, amin egyértelműen a paplanon alul van a gomb, mert hogy ugye Mici Mackós ágynemű. Igen. És akkor Mici Mackó lábánál van a gomb. Igen. Erre én azt tudom mondani, hogy hibás ágyneműt vásároltatok egészen biztosan. Persze, és Marika, te vagy a hibás. Ezért nem kell leértékelésen ágyneműt vásárolni.
Hú. Na, még van esetleg hát egy kis mondani való. Hát ezt föl kell dolgozni, holnap, úgyhogy teljesen jó, hogy most mész. Hát itt, tényleg itt most vége a napnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Marci. És hát segítünk szép abban, hogy és ezt feldolgozzuk. Szép dáridós és rádiós napot kívánok mindenkinek. Még egy tapsot akkor neked. Köszönjük, hogy itt voltál holnap reggel 6-kor. Azért várunk szeretettel téged, jó? Igen, tehát köszönöm. Megértünk, veled vagyunk, és akkor nagyon jó ötlet volt a hallgatótól, hogy lesz mit kiordítani a következő nagy közös ordításunkon. Jó van, Marci, köszönjük neked. Ezt már régóta el akartam mondani, és köszönjük most neked a, köszönjük neked a ma reggelt, és ciao mindenkinek. Tartjuk benned a lelket. Én még maradok egy kicsit, a hírek után hozom például Sia és Kendrick Lamar közös dalát. Ez lesz a The Greatest.